Sziasztok, Szalai Gábor vagyok, ez pedig a videoblogom soron következő adása. Jelenleg október eleje van, és lejöttünk kősüllőzni. Tehát a célhalunk az a kősüllő, de tervezzük azért, hogy este megpróbálunk nemes süllőt is fogni. Tartsatok velünk ezúttal is! És a célhalunk pedig elsősorban a kősüllő lesz. Ehhez kétféle plastikcsalival készültünk. Az egyik típus, ez a Nevis Longer, névre keresztelt gumihal, a másik pedig a Nevis Swinger névre keresztelt gumihal, kisebb változatai. A Longer az körülbelül 7,5 cm hosszú, a Swinger pedig 6,5 cm hosszú, ezek a, mint mondtam, a kisebb verziói ezeknek a gumihalaknak. Mindkét gumihalra jellemző, hogy nagyon lágy, puha plastikból készülnek, és a testük bordázott az extra rezonancia keltés miatt. Viszont az a különbség a kettő között, hogy a longerek az egy hosszú, vékony testet kapott, és egy pici korongfarkat. Egészen elvékonyodó faroktőben van egy pici korongfarok. A Swinger ezzel szemben egy zömökebb, tömzsibb testet kapott. Mert lehet látni a két cseri között a különbséget. A Swinger egy picit zömökebb, és ahogy látjuk, a korongfarka is jóval nagyobb. Nyilván az általa leadott rezgés is jóval erőteljesebb lesz. Ezt a két típust fogjuk most használni, hogy lássuk, hogy ma mit fognak.
korábban már említettem, hogy Nevis Swinger és Longer plastikokkal horgászunk. Ezek 6-7 centi körül mozognak. Hát önmagában ez a külsőlőzés nem indokolna ekkora méretű csalikat. Viszont nyilvánvaló célunk az, hogy próbáljuk kiszűrni a nagyobb egyedeket, és szelektálni próbálunk a halak közül, ezért is használunk nagyobb plastikokat egyrészt. Másrészt pedig még ezeket a méreteket is megrövidítjük egy kicsit. Szeretem a longert akár másfél centivel is megrövidítem, a swingert pedig bő egy centivel megrövidítem, még úgy is nem veszít a plastik, nem veszít semmit a fogóságából, sőt, gyakorlatilag ez így néz ki, nem kell félni, le lehet csípni az orrából egy-másfél centit nyugodtan, és így már egy elég külsőlős méretű plastikot kapunk. Használtunk a mai nap sok során hagyományos jigeket is és cseburoska jigeket is. Általánosságban elmondható, hogy a Nevis Longer, tehát a vékonyabb gumi, az nagyon jól működik cseburoskán, és ezért cseburoskán is használtuk. A swinger pedig inkább a hagyományos jigen működött igazán. Íme a felhorgozott plastikok, a Nevis Longer a cseburoska fejen, a swinger pedig a fixjigen.
Tehát így a szőkületbe elkezdtek a nemes sülők is mocorogni. Mivel például az bármi nagyon picike. Ime. Természetesen mehet ő is vissza. Uff, de hálátlanul távozott. Lassan mi is búcsúzunk. Mert kezd sötétedni, és egyre hidegebb az idő. Összességében elmondható, hogy egy nagyon jó napot tudhatunk magunk mögött. Fogtunk jó néhány kősüllőt, volt köztük egy-két szebbecske is, és így este felé szürkedve még a süllők is megjelentek, habár az ő méretük is elmaradt a vártól. Fogtunk még két kis harcsát is, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó kis délután volt. Remélem tetszett, hogyha igen, akkor lájkoljátok a Facebook oldalamat, iratkozzatok fel a csatornámra, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!